Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 3-1-re nyert Buda Jorsvén a Kisvárda Master Good. A Jászberény ellen zárja a középszakaszt a Marsú Nyíregyháza. Maga biztosan győzték le a Kispestet a kisvárdai kézisek. A Nyíregyháza Spartakusszal készül Rudolf Gergely. A Rakamasz Balkány rangadó jönt a megyei másodosztály bajnoki címéről. Ismét idegenbeli győzelmet aratott a Kisvárda Master Good. Sós Imre együttese Bagi két találatának és erős góljának köszönhetően 3-1-re nyert Buda Jorsvén. Úgy gondolom, hogy ez egy papírforma győzelem volt, minden elemében sikerült megint az ellenfél fölé nőni, és teljesen megérdemelten nyert a csapat. Elég korán eldőlt ez a mérkőzés, hiszen gyorsan sikerült két gólos erőnyre szert tenni, és hát utána pedig egy kiállítás, egy buta kiállítás volt az ellenfél részéről, amivel aztán úgy gondolom, hogy el is dőlt a találkozó. Az elmúlt időszakban többször játszott ember hátrányba a csapat, most kicsit ironikusan kérdezem, nem zavarta meg az a játékosokat, hogy emberelényben kellett futballozniuk? Nem. Úgy gondolom, hogy ezen a találkozón minden elemében ült az, amit elterveztünk, és a játékosok maximálisan kihasználták az emberelőnyből adódó lehetőségeket. De hát szerencsére már az előző hazai mérkőzésen a Szigetszent Miklós ellen is teljes létszámba tudtuk befejezni a találkozót, úgyhogy most ez már nem volt meglepetés. Mi a tapasztalat az, hogy így szerepel tavasszal idegenben a csapat? Másképp játszanak a hazai együttesek, mint mondjuk ősszel a Kisvárda ellen? Ez egy nehéz kérdés, mert úgy gondolom, hogy most már szerzett a csapat magának olyan respektet, hogy igen, tisztában vannak az ellenfelek, hogy ha a kisvárdai csapat megy oda, akkor felkészülnek belőlünk. De én úgy gondolom, hogy a mi csapatunk erősödött és érett össze annyira, hogy ez a magabiztosság, vagy az a fölény, amit a mérkőzéseken mutat a csapat, hiszen magabiztosan nyeri a találkozókat, ez mindenféleképpen a csapat érdeme. A várakozáson felül szerepel a kisvárdai együttes, jelenti ez esetleg valamilyen nyomás, hogy most már van veszíteni való, hiszen dobó közelben, sőt a feljutás jelentő második helyez is nagyon közel van az együttes. Rajtunk biztos, hogy nincsen nyomás. A célkitűzés az nem az volt, hogy a csapat ebben a szezonban vívja ki esetlegesen az első osztályú tagságot. Az biztos, hogy jó érzés, hogy oda került a csapat, dolgozunk hétről hétre, de ez nem azt jelenti, hogy rajtunk nyomás vagy tehernek kellene lenni. Nyugodtan futballozhatunk, és az a felszabadult játék, amit a csapat hétről hétre bemutat, úgy gondolom, hogy eredményes is, és ez aztán párosulhat bármivel. A következő forduló rangadóját a Kisvárda játssza, azt a mezőkövesdet fogadjátok, amelyet összeidegenben sikerült legyőzni, és amelyik kimondottan az NB1-be szeretné jutni, milyen mese lehet számítani? Hát remélem, hogy nagyon jó mérkőzésre, és hát ahogy itt az előbbi kérdésre válaszoltam, én úgy gondolom, hogy a mezőkövesnek van ezen a mérkőzésen veszíteni valója, mi csak nyerhetünk ezen a találkozón, remegni kell az ő lábaiknak, mi nyugodtan futballozhatunk, rajtunk nincs teher, úgyhogy én remélem, hogy a kilátogató szurkolók egy nagyon jó mérkőzést fognak látni. Mezőkövesről érkezték Kisvárdára, bár a kövesi csapat vezetésében is a játékos keretben is voltak változások, de azért a közeget és a kövesi célokat ismered, milyen mese lesz számítani a hétvége rangadóján? Két nagyon jó csapat fog egymásnak feszülni a hétvégén. Nagyon remélem, hogy mi jövünk ki belőle győztesen. Ettől függetlenül a mezőkövesnek egy nagyon-nagyon erős kerete van. Meg is látszik, ott vannak a dobogón. Szeretnénk nyerni. Milyen most futballozni ebben a kisvárdai csapatban, hiszen tavasszal nagyon jó szerepeltek az egy hazai soros elleni botlásra számítva. Tehát azt mondom, hogy abszolút minden mérkőzésen esélyesként léptek pályára is hozzátok is a pontokat. Nagyon jó a csapatban játszani, mivel hogy játszós csapat lettünk, aki focizik, és ez egy igazán jó és igazán nagy élmény számomra, hogy végre egy olyan csapatban tudok játszani, aki tényleg játszik, és igazából a pályán mindent megtesz annak érdekében, hogy győzzön. Szeretnénk még nagyon-nagyon sokáig Kisvárdában játszani, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó csapat. Ezekkel az eredményekkel a dobogó közelébe, sőt a feljutás jelentő második hely közelébe jutottatok, mennyire téma ez az öltözőben? Mindenféleképpen téma az öltözőben, bár én ezt szerényebben kezelném, és inkább megragadnék a talajon. Szerényen kell haladni tovább az úton, és mindig a következő mérkőzésre koncentrálni, aztán majd igazából a végén kiderül, hogy mire is elég az, amit felépítettünk a szezon végén.
A középszakasz utolsó mérkőzésén a Jászberényt fogadja a Marsó Nyíregyháza. A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Ez az utolsó mérkőzése ugye a középszakasznak, és a Jászberény szempontjából az a kérdés, ugye, hogy amennyiben ők győznek, akkor biztos, hogy elkerülik a play-outot. Tehát ennek tükrében milyen mérkőzésre számíthatnék? Egy olyan mérkőzésre, ahol mind a két csapat küzdeni fog, hiszen mi azért hazai pályán minden körülmények között a győzelemre fogunk törekedni. Úgy gondolom, hogy egy jó hangulatú mérkőzés lesz, hiszen Jászberényből is jelezték, hogy körülbelül 150-200 szurkoló érkezik majd, és remélem, hogy ez a nyíregyházi közönséggel kiegészülve egy nagyon jó hangulatú mérkőzést eredményez. Amennyiben viszont legyőzik a Jászberényt, elképzelhető, hogy a masszal játszunk a bemaradásért, Budapesten kell akkor pályára lépni. Sakkoszok, gondolkoztok, vagy egyértelműen a Jászberény legyőzése a cél? Mindenképpen a Jászberény legyőzése a cél, minden mérkőzésen szeretnénk győzni. Bár ez ebben az évben ugye nem sikerült annyiszor, ahányszor szerettük volna, de nem azzal foglalkozunk. Most meglátjuk, ha a Jászberényt le tudjuk győzni itthon, akkor le fogjuk tudni győzni őket máskor is, a play-outban is. Ha pedig nem úgy alakul, akkor egyértelműen ezt el fogja dönteni a mérkőzés menete önmagától, nem nekünk kell ebben gondolkodnunk. Milyen a csapat hangulata, milyen a játékosok formája? Úgy gondolom, hogy az utóbbi időben fölívelő volt a csapatunk formája. Sajnos ez a bizonyos Szeged mérkőzés nem olyan volt, ahogyan azt vártam, de azért mindenféleképpen rányomja a bélyegét a csapatnak az ottani játékára az, hogy igazából teljesen mindegy, hogy hogyan alakul a mérkőzés, se előrébb, se hátrébb nem kerültünk volna, de mindenféleképpen jó lett volna, hogyha győzünk, mert azért az önbizalom szempontjából az jó lett volna. De természetesen mindenki erre az utolsó mérkőzésre és már a play-outra koncentrál. 6 gólos győzelmet aratott a Kispesteren a Kisvárdai KC. Lász Sándor együttese 29-23-ra nyerte meg a mérkőzést. A szokottnál is magasabb hőfokú mérkőzés nyert meg a Kisvárda, hogy érte meg ezt a kispadról az edző? Úgy gondolom, hogy itt a rákészülésnek a aprólékossága is fontos volt, tehát ez az meccs volt a fókuszban, és én elmondtam a mérkőzés előtt, ha lenne 17 pontunk, a kutya nem foglalkozna velünk. Most abban a helyzetben sodolta magát a csapat, hogy ez egy kiélezett, nagyon-nagyon komoly sorsfordító meccs volt a javából. A színvonal meg úgy gondolom, hogy az NB1B-nek az egyik eklatáns példája volt, nagy volt a küzdelem, a testeste elleni harc, nagy tempó volt. Hát nyilván a B-csoportban még becsúsznak hibák, amik úgy gondolom, hogy jellemzőek, de a sok gól szerintem kárpótolta a hibáinkat. Sokáig úgy nézett, hogy nem lesz sok gólos mérkőzés, ez eleinte inkább a védekezés és a kemény küzdelem dominált, hol fordult meg ez másik irányba? Három fázisra bontottuk ezt a meccset, tehát tudtuk, hogy ez egy friss, nagy fordulásszámon gyors csapat, tehát van olyan 30 percük, hogy felállt valahány, szinte egyetlen egy támadás sem kell nekik megoldani, mert lerohanásba megoldják. Ezt mi az első fázist olyan 30-20-33 percig prognosztizáltuk. Utána egy ilyen utazó fázist, ahol lopva lehet majd rátenni gólkülönbségre, és nagyon fontos volt a záró faktor, tehát hogy ott a megszerzett előny esetleg, ha létezik, akkor ezt meg kell tartani, hisz most mindent kipróbált itt az utolsó időszakban az ellenfél. Én úgy gondolom, hogy ezek a válaszok különösen támadásban megszülettek, védekezésben elfáradtunk, de jó kapus teljesítmények voltak ma. Viszont volt egy faktor, amire alig ha tudott felkészülni a csapat, gondolok Maria Gedroit nagyon korai kiállítására. Nem akarom a játékvezetőket, mert Magyarország legjobb bírói, tehát beszélgettem velük a mérkőzés előtt, és mondták, hogy nem fújnak ebbe a mezőnybe, elnézést kérnek előre, keresik azt a megközelítést, ami erre az osztályra jellemző. Ekkor már a Mariának volt 2 darab 2 perce, ez a visszaütök törlesztek című kategória, meg minden sportágban ezt eredményezi. Tehát egy sportember paritással legyen magasabb volumenű, intelligensebb, el kell fogadnunk a 3 darab 2 percet és a piros pontot. A végén már teljesen ilyen kupa visszavágó jelleget öltött a mérkőzés. Egyetem, hogy a különbséget figyelte már ekkor a edző és játékos? Mindenképpen. Hát tudtuk, hogyha alacsony gólszámon maradunk, az nekünk jó, de ha túlmegyünk, akkor nekünk +4-be kell kijönni. És hát szerencsére meglett a +4. Még azt mondom, az utolsó ez egy gól is, hogyha egy picit vajszívűbb a játékvezető, lehet, hogy megadja.
ugye létezik egy hivatalos versenykiírás, és van egy másik, ez kering egy pletyka, hogy mit jelentett a csapat szempontjából ez a mai győzelem, és ez a Körtán szalán elárulta, szóval mit jelent ez a mai győzelem égen különbséggel? Na most, ha az én munkámra és a csapat életére vonatkozik, akkor a következő meccsre fogunk készülni, és várjuk azt a mendemonda nélküli versenykiírást, ami majd szerintem előbb-utóbb megjelenik. Tény az, hogy fel akarják duzzasztani a magyar első osztályt. Tény az, hogy erre vannak alternatívák. Mi nekünk egy dolgunk van, hogy mindig a soron következő mérkőzésre készülünk. Hazai sikerrel zárult a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjának megyei rangadója. A Máté Szalkai MTK 32-25-re verte a Kölcsey DS-ét. Nagyon boldog vagyok, nehéz ilyenkor szavakat találni. Óriási büszkeséggel tölt, hogy a csapatom ilyen meccsen tudott nyerni. Mi volt az erőssége a Máté Szalkai csapatnak, hiszen 32-25-re nyertek? Óriási akarat, én úgy gondolom a 100% helyett 110%-ot nyújtott a csapatom. Mind a kicsik, mind a nagyok óriásit küzdöttek. Ki az, akit kiemelne a játékosok közül? Nehéz kiemelnem játékosokat, mindenki oda rakta magát. Nem tudom, tehát a 6 játékosomból a 6, plusz a kapusom a 7, a 7. Hogyan értékelni a mérkőzést? Sajnos csapatom nem tudta feldolgozni a győzelmi kényszert. 15 forduló óta első helyen állunk az NB2-ben, és őszintén meg is nyerhetnénk a bajnokságot, azonban most az utolsó fordulókon már érzem a csapaton, hogy nem igazán tudunk felszabadultan játszani. Tehát most mindig győzni kell, minden meccset nyerni kell ahhoz, hogy az első helyről ne szoruljunk le, és hát őszintén ezt nem tudtuk megoldani, de nyilván ennek vannak okai is, egyéb szakmai okai is. Elsősorban az, hogy nagyon sok sérülésünk, betegségünk volt, szinte nem tudtunk olyan hetet dolgozni, hogy ne lett volna a meghatározó játékosaink közül valaki sérült, úgyhogy így viszont nehéz is oldottan felszabadultan játszani. Nagyon sokszor zicsert hagytak ki a lányok, és a védekezés sem volt teljes. Ennek mi lehetett az oka? Az előbb felsoroltak, valóban. Mi talán a legjobban védekező csapat vagyunk az NB2-ben. 5 évre visszamenőleg mindig mi kapjuk a legkevesebb gólt. Most is ott vagyunk az első-második helyen a kapott gólok tekintetében. Hát most ez a kapott 30-on felüli gólmennyiség, ez bizonyítja. Viszont az bizonyítja, amit az első kérdésére adtam választ, hogy most nem tudunk felszabadultan játszani, nem tudunk olyan oldottan, okosan játszani, ami a mi csapatunkra mindig jellemző, hanem kapkodunk, és hát a győzelmi kényszert ezek szerint nem tudtuk sajnos feloldani. Ezek után mit fog mondani a lányoknak? Nem keserednek el? Megkapják azt a töltetet, hogy hajrá tovább? Feltétlenül, természetesen, tehát nyilván nem veszem a fejüket, most őket ugyanúgy bosszantja, sőt jobban, mint engem. Milyenkor szakmailag ki szoktuk értékelni a meccset, mi az, ami javítani kell, és próbáljunk tovább lépni. Végül is összességében azért nem vagyok én elkeseredve, tehát ez a diákcsapat 25 éve szerepel az NB2-be, és ha azt veszük, hogy 15 fordulón keresztül az első helyen álltunk, akkor én azt gondolom, hogy erre maradéktalanul az edzőnek büszkének kell lenni, és én az is vagyok, úgyhogy ezek a lányok csodálatos csapatot alkotnak. És én ugyanúgy szeretem őket akkor is, ha sajnos kikapunk, meg akkor is, ha nyerünk. Hát most ez dobta a gép. Kata, te hogyan értékeled a mérkőzést? Vártuk, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés, ugyanis a Kölcsey ugye az első helyen állt. Nagyon-nagyon készültünk, és bíztunk abba, hogy sikerül megoldani. Ugye elég keményen védekezik a hatos falat, tehát nagyon nehéz volt rajta megtalálni a részt, de örülök, hogy sikerült, és hogy ilyen csapatjátékkal tudtunk nyerni. Mi volt a gyengesége a Kölcseynek? Igazi gyengeség szerintem nem volt. Tehát meglepte őket az, hogy mi keményen védekezünk, nem nagyon találták a réseket a védekezésünkön, ugye? Illetve volt egy nagyon stabil kapusunk, tehát ha meg is találták a réseket, az ígyszereket, akkor ott volt Jurecska Kiti, és mindent kivédett. Ugye eddig a Kölcsey nyert mindig, most ez adott nektek egy olyan löketet, hogy még nagyobb erővel tudtok előre menni? Persze, ugye, hogyha egy ilyen erős csapat ellen tudunk nyerni, aki ugye az őszi szezont veretlenül nyerte, eddig, illetve folyamatosan a tabella élén állt, persze, hogy egy nagyon-nagyon nagy löketet tud adni a csapatnak. A Nyíregyháza Spartakusszal készül Rudolf Gergely. A legutóbb a Videótonban szereplő 28-szoros válogatott támadó még nem döntött el, hogy hol folytatja pályafutását. Tavaly is itt készültem már, és most is nagyon szívesen fogadtak, úgyhogy nagy örömmel jöttem edzeni ide a Sparihoz. Úgyhogy ráadásul nagyon élvezem az edzéseket, Mátyus Jani nagyon jó edzéseket tart, úgyhogy külön öröm számomra.
nyíregyházi nevelési játékos vagy, nyíregyházi csapatban felnőttként még nem szerepeltél, elképzelhető, hogy valamikor magadra húzod a piros kékmeszt? Bízom benne, hogy egyszer majd eljön az idő, nem tudom, hogy hogy fog alakulni most a nyár. Gondolom, hogy megvárom majd az átigazolási időszakot, mindenképpen meg kell, hogy várjam, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. A magyar válogatott az Európa-bajnokságra készült, te jó néhányszor szerepeltél a csapatban, hogyan éled meg azt, hogy most nem lesz ott? Hát úgy gondolom, hogy minden játékosnak a legfőbb vágya az, hogy, hogy egy ilyen világversenyen szerepelsen az ország a színeiben. Én nagyon örülök neki, hogy a válogatott ilyen sikeres volt az elmúlt időszakban, és bízom abban, hogy az EB-n is nagyon jól fog szerepelni, mert megérdemli ez a csapat, nagyon fogok nekik szurkolni majd a nyáron, hogy minden jobb helyezést érjenek el. Újabb győztes mérkőzésen van túl a Szpari. Az eredmény azt mutatja, hogy nem volt könnyű se Algótarjában, sem most a Sellei találkozó, így is volt? Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen talán NBA-s mérkőzéshez méltatlan körülmények között játszottunk, de nem foglalkoznék ezzel. A lényeg az, hogy nehezen kezdődött a találkozó számunkra, hátrányba kerültünk. A szünetben Halszmodort, taktikát váltottunk, és a másfél időben annyi lehetőségünk volt pontrugásokból, szélről beívett labdákból, beadásokból, hogy időkérdése volt az, hogy a győzelmet jelentő gólunk mikor születik meg, hál' Istennek időben megszületett. A hétvégén a harmadik helyzet Cigány érkezik a csapathoz, ha a tabellán elfoglalt helyezéseket nézzük, ugye a harmadik a Cigány rangadó, a pontkülönbséget azért nagy különbség van a két csapat között, milyen meccsre lehet számítani? Én nagyon bízom abban, hogy a tavasszal talán először egy olyan ellenfélre fogunk találkozni, aki nem azt a kimondott sündisznóállást fogja választani, amit általában a csapatok ellenünk. Megnéztem őket a hétvégén hazai környezetben, jó csapatot ismerek a Cigányban, de azt gondolom, hogy hazai pályán mindenképpen az esélyesek mi vagyunk, nyernünk kell, annál is inkább, mert Nyíregyházán volt egy legendás szurkoló, akitől mi hétvégén ugyan elbúcsúztunk tisztességgel és méltósággal, a magunk módján nyertünk ugye az első nélküle lejátszott mérkőzésen, de az igazi búcsú az egyrészt holnap lesz a temetésen, ahol az egész csapatról részt fog venni, másrészt mindenképpen szeretnénk az ő emléke előtt tisztelegve egy látványos győzelmet aratni a hétvégén. Csúcsrangadót játszanak vasárnap a labdarúgó megyei másodosztály Alukonstruk csoportjában. A listavezető Balkány a második helyezett Rakamaszhoz látogat. A vendégek egy hét alatt szerzett három győzelemmel hangoltak a vasárnapi összecsapásra. Hála Istennek, ezen a három meccsen azt tapasztaltam, hogy nagyon jó erőben van a csapat. Jól is játszottunk, próbáltuk azt játszani, amit majd Rakamasz ellen szeretnénk idegenbe. Azt gondolom, hogy a Nagy Kálóba egy Kovács mester személyébe egy olyan edző került, aki igen megnehezítette a dolgunkat, tehát ennek örültünk is valamilyen szinten, hiszen nem mindegy, hogy 10-0-ra nyerünk, vagy egy jó meccset játszunk most a rakamazi mérkőzésünk előtt. Aztán szerdán a Tuzsér ellen 1-0-ra nyertünk egy nagyon jó kis hajtós mérkőzésen, ez megint jól jött valamilyen szinten, hiszen megint egy erős ellenféllel nem érhettük le magunkat, és a negyedik helyezett Leveleket 4-0-ra vertük hétvégén, ami megint egy olyan mérkőzés volt, ahol gyakorolhattunk sok mindent, amit majd szeretnénk kamatoztatni hétvégén a kamazon. Egy ilyen mérkőzés előtt kell pluszba motiválni a játékosokat? Há, nem. Nagyon-nagyon várjuk már a mérkőzést, és mindenki fel van dobva, és tényleg úgy van mindenki, hogy már alig várja, hogy pályára lépjen. Van egy ilyen futballista mondás, hogy idegenben mindig jó az X, ráadásul a Balkány pont előnnyel áll a rakam az előtt, most jó lenne az X? Nem, X-re semmi esetre sem játszunk, természetesen jobb, mintha vereséget szenvednénk, de mindenképpen úgy menjünk, hogy szeretnénk rakamazon már egy olyan előre szert tenni, ami egy kicsit nyugalmat adhatna a többi mérkőzésre. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, tudjuk nagyon jól, hogy a rakamaz nagyon jó csapat, megye egyes szintű csapat, nagy közönség előtt fogunk játszani, sok szurkoló elkísér minket. Én azt mondom, győzön a jobbik csapat, aztán mi arra fogunk törekedni, hogy támadó futballt játszunk, nem bunkerezni akarunk, soha nem is ez volt rám a jellemző, és akkor meglátjuk, hogy majd mi jön ki ebből. A bajnokság előtt érkeztél Balkányba azzal a céllal, hogy bajnoki címhez és feljutáshoz segítsd a csapatot, tekintve, hogy az első helyen álltok, eddig minden azon az úton halad, ahogy kell.
Igen, ez volt a tervez a klubvezetők a nyáron, amikor lejutunk az asztalon is beszéltünk. Úgy megcsinálták az egész csapat a mesterek, hogy ez egyetlen cél volt, hogy a bajnokság meg kell nyerni és visszakerülni megye-egybe. Ha minden igaz, 23 fordulónál járunk, eddig minden működik úgy, ahogy terveztünk, vagy terveztek, úgyhogy bízom benne, hogy tovább is ez fog válaszítani, hogy feljutás marad. Gondolom, Igor Bogdanovics, duplán vagy triplán figyelnek az ellenfelek, de azért sikerült 23 meccsen 36 gólt rúgni. Mennyire volt nehéz? Csatár vagyok, meg tényleg egy csatán, a gólok számítanak meg minden, de én nem ezzel a célra jöttem ide a Balkánba, hogy most én itt szórjam gólokat, meg hogy rólam van szó itt az egészre. Nekem tényleg szó szerint fontosabb a csapatnak a célja, meg az, hogy mesternek tudok segíteni, mert ez volt egyetlen kérés, hogy a pályán tudok neki segíteni. Ez, hogy gólok is jönnek mellé, ennek nagyon örülök, mert mondom, ez előbb is minden csatár gólokat minősítenek, úgyhogy örülök, hogy ez eddig úgy alakult, hogy mesterrel megbeszéltünk. Bármilyen osztályban a bajnoki cím a legnagyobb dicsőség, a hétvégén olyan meccs következik, amely döntetés a bajnoki címről, milyen mérkőzésre lesz számítani Rakamazon? Ez egy kicsit különös mérkőzés lesz, már is egész Szabolcs megye, akár Hajdú-Bihar megye is erről a meccsre szól, mindenki nagyon vár ezt a mérkőzés, úgyhogy hát én biztos vagyok benne, hogy ez tényleg ez lesz a döntő meccs, az a csapat, aki ezzel a meccsen megszerezi 3 pont, szerintem lehet kezdeni ünnepelni a bajnokságot, vagy a bajnoki cím megszerezés. És biztos vagyok benne, hogy a mind a két csapat minden meg fog tenni, hogy eléri a célja. Gondolom Rakamaznak is ez a cél, hogy legyen 3 pont. Mi csak úgy megyünk oda, hogy nekünk is az a célja. Úgyhogy most is inkább ezt akarok mondani, aki megérdemeli, az legyen akár ezen a meccsen győztes, akár bajnok győztes csapat is, és biztos vagyok benne, hogy az a mi csapatunk lesz. Ez olyan mérkőzés következik a hétvégén, amelyre nem csak a két érintett csapat, hanem talán az egész megye futball közvéleménynek kiemelten figyel, milyen a várakozás Balkányban? Valóban ez sorsdöntő mérkőzés lesz véleményem szerint. Eldöntheti a bajnoki címet. Nem biztos, hogy eldönti, de eldöntheti. Hát Balkányban nagy a várakozás, valószínű, hogy nagyon sok szurkoló át fog jönni, már igényeltünk buszt, úgyhogy busszal is át fogunk menni, és nagyon sok szurkoló személygépkocsival is át fog menni, és szurkolni fogunk a balkányi csapatnak. Ez a csapat szerepelt magasabb osztályban, nem is akárhogyan. Tegyük fel, hogy felkerül a megyei első osztályba. Megvannak-e a feltételei annak a szereplésnek? Minden feltétele megvan. Ma döntött a képviselőtestület a 2016 évi támogatásról. Én úgy érzem, hogy a sportvezetőkkel korrekt kapcsolat alakult ki, és minden feltétel, anyagi és játéktér feltétel adott ahhoz, hogy megyei egy osztályba játszunk. Mi a helyzet az utánpótlása, hiszen valamikor ezeknek a játékosoknak a nyomdokaiba kell lépni a fiataloknak? Nagyon jó ifjú csapatunk van, amelyikből már látszik 2-3 tehetséges játékos, amit majd az edző folyamatosan beépít a csapatba. Ott vagyunk az első 3-ba ifibe, és folyamatosan nyerjük a meccseinket, úgyhogy van utánpótlásunk. Nem beszélve a Bozsik programból, ami szintén fut nálunk, tehát van, lesz utánpótlás Balkányba. A Balkányhoz hasonlóan a Rakamaz is megnyerte utóbbi 3 meccsét, amilyen összesen 24-szer vették be az ellenfele kapuját Madalina György tanítványai. 24 gól ellenére azért vannak gondjaink, tehát a játék nem olyan, mint amilyennek én elképzelem. Ennek oka lehet az is, hogy többen sérültek voltak hosszú ideig, még most is vannak, akik éppen hogy csak fölépültek a sérüléseikből, és hát így természetes, hogy nem a régi formájukba tudnak visszatérni. Van-e valamilyen nyomás a csapaton azért, hogy a Rakamaz számára győzelemre van a szükség, hogy megelőzze a Balkányt? Érdekes, sem részemről, sem a srácok részéről sem tapasztalok olyat, hogy most valami óriási nagy nyomás lenne a csapaton. Elismerjük, hogy egy jó csapattal játszunk, tudjuk azt is, hogyha nem nyerünk, akkor nem mi leszünk a bajnokok. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk mindent megtenni azért, hogy megnyerjük a mérkőzést, de azt az igazi olyan hangulatot, mint mondjuk egy Ibrány nagyhalász döntő volt annó, amikor még abban én is részt vettem, ezt most nem érzem. Függetlenül minden bizonnyal sok néző lesz, és egy ilyen mérkőzés mindig 3 esélyes. Mi vezetheti sikerre a Rakamazt? Ez is egy érdekes kérdés, mert két olyan csapatról beszélünk, amelyik az eredményei alapján kinőtte ezt az osztályt. Tehát ez világosan látszik, két legjobb csapat ebbe az osztályba.
Aztán azt is tudja mindenki, hogy a két csapat között azért vannak különbségek. Egyik sem hiszem, hogy negatív értelemben, mert a Balkányban olyan játékosok játszanak, akik már sok ilyen csatát megéltek a pályafutásuk során, tapasztaltak, idősebbek, és tudják, hogy az ilyen mérkőzésre egyáltalán, hogy kell fölkészülni, játék közben miket kell csinálni, hogy kell egyáltalán hozzáállni. Míg az én csapatomban rengeteg fiatal ember van, nálunk 28 éves a legidősebb játékos, és hát nagyon sokan még nem voltak ilyen siker kapujába, de én azt szoktam nekik mondani, hogy sok ember úgy fejezi be a pályafutását, hogy egyetlen egyszer nem volt bajnok. Ha most itt a lehetőség, hogy bebizonyítsuk, hogy egyáltalán sikerélményhez jussanak a srácok. Az év meccse következik, egyetlen vereségetek van, az Balkányban szenvedtétek el, ti rúgtátok a legtöbb gólt a mezőnyben, jóformán a csapat. Miről van szó az öltözőben, hogyan várjátok ezt a mérkőzést? Úgy gondolom, hogy valójában jó paszban vagyunk, hiszen eddigi összes tavaszi meccsünket megnyertük. Sok gólt rúgunk, így hazai pályán is nem lehet más a célunk, mint mindenki más csapat ellen. Győzelemmel szeretnénk megvívni ezt a csatát. Szeretnénk kiküszöbölni azt a csorbát, amit össze Balkány ellen elszenvedtünk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megszerezzük a 3 pontot a mérkőzés során. A Balkány csapatában nagyon sok rutinos futballista játszik, nálatok nagyon sok a fiatal. Egy ilyen mérkőzésen mi dönthet, a rutin vagy pedig a lendület? Szerintem nagyban fogja befolyásolni a mérkőzés végkimenetelét az, hogy fiatalabbak vagyunk, nagy pályán játszunk, aztán ennek tükrében jobban bírjuk, szerintem többet fogunk tudni futni, és remélem, hogy lendületesebbek leszünk, és ez meghozza a gyümölcsét, és megnyerjük a mérkőzést. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!